Akkor a mai nap, meg szeretném köszönni a mai napra a részvételeket a bolondos április versenyein. Én azt gondolom, hogy ez a bolondos délelőtt hamarosan véget ér. Még persze érezzétek jól magatokat és fogyasszátok a finom általatok főzött ételeket. Akkor szeretnénk eredményt hirdetni. Nagyon szoros eredmények születtek, úgyhogy olyan eset történt, és nem is készültünk rá, hogy például a két második volt versenyben két második helyezett van. Ott majd elnézést kérünk az egyiktől, utólag fogja megkapni az oklevelet, mert nem készültünk erre. Bocsánat. Akkor én kezdeném mondani, a harmadik helyezett és eredményt ért el a Testők csapata. Mi is 63 ponttal, bocsánat, a pontot nem mondtam. Gratulálunk! Második helyezett lett a Nyugdíjas Klub, 72 ponttal. És szintén második helyezett lett az Ifjúsági Klub. Tudom, nekünk meg kettő. Nagyon remélem, hogy jó. És akkor itt említeném meg, hogy az Ifjúsági Klub a mai nap folyamán este 8 órakor egy bulit tart, amire szeretettel vár mindenkit, aminek a bevételüknek mennyi, bocsánat, a bevétel 1000 forint? 1000 forint a bevétel, és az a belépő, bocsánat, nem a bevétel. És akkor első helyezett lett a Mezőszél táncegyüttes. 76 ponttal gratulálok neki. És akkor, mint évek alatt mindig is szokás az, hogy a vándor serleget, kupát, azt akkor a Mezőszél kapja meg egy évre, és jövőre óriási harcban majd el kell nyerni tőlük. Jó. És akkor azért elmondanám a további helyezetteket, hiszen szégyelni való nincsen. Negyedik helyezett, igen. A negyedik helyezett a kicsit lemaradva, egy ponttal lemaradva a harmadik helyezettől. Fogd a kezem alapítvány. És így külön a részesítjük őket. Ne rohannyál! Ez is a kérdés. Köszönjük! Ötödik helyezett kettő van szintén volt festvényben a szőlőre. Maradjatok a többieket is megvágjuk. 58-58 ponttal, hogy emléknapot fognak kapni. Gyertek, gratulálok nektek is! És akkor én nagyon szépen köszönöm a részvételt. Jövőre, ha lehet, egy kicsit többen legyünk. Rajtunk nem szerintem. Jó, köszönjük szépen, és akkor jó étvágyat az ebétel, aki még nem fogyasztott, aki fogyasztotta meg, annak is. Köszönjük szépen! Sziasztok! Köszönjük, hello, sziasztok!
Köszönöm.